légfegyveres Európa-bajnokság második hazai válogató versenyének a Honvéd kézilabda csarnoka adott otthont. Idén új helyszínen vagyunk itt a kézilabda csarnokban, és eznek több oka is van. Az egyik, hogy több lőárásra volt szükségünk, a másik pedig, hogy a kosárlabda csarnokot idén felújítják. Úgyhogy így mindenképpen ez a helyszín választás lett a nyerő. Eredményes hétvégén vagyunk túl sok versenyzővel, hoztuk az előző évek átlagát a nevezési létszámban. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy egy színvonalas versenyt sikerült összehozni itt a válogató verseny keretében és a Honvéd Kupa keretében. A biztos utazónak tekinthető Major Veronika ezúttal kihasználta a rendelkezésre álló időt. Szó szerint 75 perc volt nekem most ez a verseny, hiszen ha bár nem szoktam a végéig benne állni, most szinte az utolsó másodpercekig benne voltam előállásban. Rólam mondjuk, hogy köztudott az, hogy elég gyorsan lövök, tehát mondjuk a 75 percből felhasználok kb. 45-öt arra, hogy előjem a 60 lövést. Most egy kicsit lassabb volt a ritmusom, egy kicsit döcögősebb volt, többször meg kellett állnom, többször újra kellett gondolnom, de ez abszolút nem a környezeti hatásoknak volt köszönhető, hanem inkább a saját gondolatvilágomnak, hogy egy kicsit elúszott, de mindig próbáltam összeszerelni a gondolataimat, most ez így sikerült. Győrik Csabánál arról érdeklődtünk, hogy Verának miben kell még leginkább előrelépnie. A döntőkre kell nagy hangsúlyt fektetni, annak a gyakorlására, hiszen a kvalifikációs eredményei, az alapversenyek eredményei, ezek olyanok Veronikának, amivel döntőbe tud kerülni az EB-n, hogyha önmagához képest jól teljesít, döntőben pedig hát éremszerzéssel kell menni. Tátrai Miklós a kiegyensúlyozottabb teljesítményben látja a siker kulcsát. Egyelőre nagyon hullámzó a teljesítményem, azt kéne valahogy fölhozni egy fix szintre, és akkor nem lenne gond. A puskásoknál Pekler Zalán csapatba kerülését nem fenyegette veszély, de bízik benne, hogy a tallini EB-ig még jobb lesz. Még nem érzem magam a csúcsformában, de szerencsére az Európa-bajnokságig még több mint egy hónapon van. Nem dőlök azért a kardomba, hogy most egy 3-4 körrel a jó formám alatt vagyok. Szerencsére a csapatba sikerült bekerülnöm, és biztosra veszem azt, hogy ezzel az egy hónap alatt fel tudom magamat hozni pár körrel, hogy az EB-n a döntőbe jutás is sikerülhessen. Hammel Soma pozitívan értékelte a válogatót. Jó ideig nem tudtam azt a teljesítményt nyújtani, amit én magamtól elvártam, és amit szerettem volna nyújtani az előző években, de most ezen a válogatón nagyon jó eredményeket el tudtam érni, közel egyéni csúcshoz. Mészáros Eszter eredményei látványosan javultak az első válogatóhoz viszonyítva. Abszolút az edzés mennyiség volt szerintem az a döntő itt a két verseny, vagy a két válogató között, mert hát én decemberben nem nagyon lőttem, mert pihentem, vizsgáztam, és aztán januárban kezdtem el újra rendesen edzeni, és hát az január első hétvégén még annyira nem volt bennem sok edzés, hogy tényleg biztosan kijön ez a 6.30. Dénes Esztert szintén felfelő ívelő pályán érte a második válogató hétvége. Nagyon elégedett vagyok az Európa-bajnokságra a válogató eredményeimmel, hiszen 4-ből, hát legalább 3, de igazából akár 4 is szerintem nemzetközileg jó eredmény, és ez nekem most így az EB előtt elég pozitív visszajelzés volt, hiszen a tavalyi évben annyira nem voltak jó eredményeim, és most érzem azt, hogy visszatudtam jönni arra a szintre, hogy itthon már stabilan jól tudok lőni, és hát innen már csak a nemzetközi mezőnybe vezet az út. Bajos Gitta szó szerint megkönnyezte ezt a válogató versenyt. Lehet nevezni örömkönyvnek is, viszont ez egy nagyon nehéz verseny volt számomra, hiszen tudtam 60 lövésen keresztül, hogy nagyon jól kell teljesítenem, hogyha szeretnék benne lenni a felnőtt csapatban. Én ugyebár nekem a célom volt, hogy a mostani Európa-bajnokságon a felnőtt csapatba kerüljek, és tudtam, hogy nagyon jól kell teljesítenem, ezért minden egyes lövés egy hatalmas szenvedés volt, és küzdelem saját magam ellen, vagy magamért, nem is tudom melyik a helyes. És ez volt, hogy kiálltam, és eleve nem volt jó az utolsó lövésem, és nagyon stresszes voltam, és szerettem volna minél jobban teljesíteni, és ezért most már elsírtam magam, hogy sikerült is, de közben az utolsó lövésem mégsem, és ilyen vegyes érzések voltak bennem, és nagyon nehéz volt ez a verseny.